Egyebek mellett a Tücsök zenés színpadi szórakoztatta a meghívott vendégeket a Ferro Patent ZRT Semmelweis napi ünnepségén. A rendezvényt 3 évvel ezelőtt indította útjára Szabó Sándor elnök vezérigazgató és Süli János országgyűlési képviselő. A komitos helyzet volt, hogy megérdemelnek, nem kérdéses, hogy tartsunk egy ilyen, a 4 kórháznak egy ilyen fogadást, kisebb csoportnak, hogy elismerjük a munkájukat, és nyilván ebben is kedveskedjünk, amit tesznek értünk, és a nyilván sok-sok betegért. És úgy gondoltuk, hogy ez a rendezvény annyira jó sikerült, hogy ezt minden évben nem csak megpróbáljuk, hanem megtartsuk, és adjunk vissza valamit a dolgozóknak, orvosoknak, a szolgáltató részeknek is, akik tesznek értünk, egészségesek legyünk. Minden kórházból, ugye Bonyhádból, Paksról, Szekszádról, és minden kórházból jönnek ugye kollégák, nyilván a főigazgató úr, a Németh Csabával lett leegyeztetve, és ő ugye beszélte meg a vezetőkkel, hogy akik el tudnak jönni, egy 55 fő, közel 55 fővel lesznek itt a 4 kórház, meg természetesen a rendvédelmi szerv, a rendőrség, a katasztrófavédelem, a mentősök, és a házi orvosok is. 30 pár éve én az orvostársadalmat támogatom, nem ma kezdtem már, nem is vagyok mai gyerek, én ugye nagy orvos támogató vagyok, és nyilván az kihozta úgy belőlünk, hogy egy kicsit adjunk akkor abba az évbe egy olyant, amiért tényleg rohadt sokat adtak értünk, az egészségé dolgoztak, nem csak az orvosok, az ápolók is, és akkor azt megfogadtuk, ameddig tehetjük, akkor minden évben tartunk egy ilyen ennappal egy ilyen fogadást, és egy kicsit visszaadunk nekik innen, onnan, beszélgetéssel, egy kis jó étellel, és egy kis jó kis szórakozással. Dr. Kovács Klára a házi orvosokat képviselte az eseményen, elmondta, hogy az ünnep jó alkalom arra, hogy a pozitívumokról beszéljenek, zajlik ugyanis az egészségügy átalakítása, melynek kapcsán már több nagy lépést is megtettek. Nem magunkat ünnepeljük, és nem az egészségügyet, hanem mások ünnepelik az egészségügyi dolgozókat, nem kitüntetéseket osztanak, hanem megemlékeznek arról az elkötelezett munkáról, amit végeznek a kollégák, és a kollégákon kívül a nővérek, szakdolgozók. Nekem öröm részt venni egy ilyen ünnepen. A lényeg azon van, hogy miközben zajlik az egészségügy átalakítása, szót értsünk egymással. Mi kollégák egymással, és mi gyógyítók a páciensekkel. Ne a nehézségekre kerüljön a hangsúly. A teremtés is 7 nap alatt történt, és az első napon csak az ég és a föld jött létre, és csak a 7. napon volt ünnep, közben pedig munka folyt. Én úgy gondolom, hogy jelenleg az egészségügy átalakítása is ott tart, hogy a 4.-5. napnál a lépéseket fel tudnám sorolni, de az több, mint ami így ilyen riportba belefér, de bennem ott van a hit és a bizakodás, hogy a problémák legyőzése után egy jobb egészségügynek örülhetnek a dolgozók, és elsősorban a páciensek, illetve nem is a betegségre, hanem majd a megelőzésre kerül a hangsúly. Süli János elmondta, hogy a koronavírus idején, amit egyébként saját maga is megtapasztalt, az egyes hatóságok, szervezetek összefogására volt szükség. Ez összetette volna, amikor baj van, hogy egy nagy összefogás kellett, mint az adminisztráció, tehát a kormányhivatalok, de a helyi kormányzatok részéről, rendelőintézetek, családorvosok részéről, kórház, tehát mindenki, de a betegszállítástól, a betegirányításig, ugye még a honvédség, akit kihagytunk, annak is a szexuális kórházban volt szerepe, hisz ők irányították, hogy hova lehet menni, merre kell járni. Tehát én ezt a példamutatást, hogy Magyarország a bajt össze tudott fogni, mindig példaként is fel tudom hozni, és példaként is említem mindjárt, hogy a bajba derül ki, hogy ezért tudunk mi együtt dolgozni, és egymás segítve túlélni gondokat. Úgyhogy innen is az egész vármegye, hisz nem lehet itt mindenki Sándor, hogy megint egy másik termet csinálta helyett, hogy ezt fölbővítette volna, mert akkor még több vendéget tudnánk a vármegyéből vendégül látni. Ebben a helységben ennyien tudunk elférni, de mindenkit kérek, hogy tolmácsolja minden munkatársának ezt a köszönetünket, és hálánkat, és továbbra is jó munkát kívánok önöknek. Nem önök a Magyarországon a legjobban menedzser réteg, azt tudjuk tulajdonképpen, de a kitartást, a munkát, azt mindenféleképpen minden ágazatnak
Köszönjük még egyszer. Horváth István országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, fontos, hogy ne csak a nehéz helyzetekben adózzunk hálával. János és Sándor kezdeményezésére jött létre ez a úgymond hálaadás, amely gyakorlatilag a hálánk kifejezése mindazok számára, akik a Covid-járvány idején tolnamegyei emberekért tettek, legyen az egészségügy, legyen ez közbiztonság, legyen ez katasztrófelhárítás, vagy akár a kormányhivatal dolgozói szervezték a nem kis munkát igénylő különböző oltási helyeket és oltási helyszíneket. De attól vagyunk mi erősek, és attól értéktelenül a mi közösségünk, hogy nem csak a veszélyben, vagy nem csak a nehéz helyzetekben adózunk hálával, hanem hál' Istennek talán a Covid-on már túl vagyunk, de maga az a szándék, az a kezdeményezés, hogy kifejezzük köszönetünket és tiszteletünket, ez ma is megvan, és azért is tartunk fontosnak ezt a rendezvényt, mert igazából ez a rendezvény, ez egy üzenet, üzenet az önök munkájuknak, üzenet az önök hivatásuknak, és csatlakoznék Jánoshoz, üzenet azoknak, akik most nem lehetnek itt, de az önök munkatársai, akár az egészségügy, a közbiztonság, a mentőszolgálat, a kormányhivatal dolgozói részére, hogy üzenjük, hogy köszönjük a munkájukat, köszönjük a hivatástudatukat. Mert akkor, amikor az egészségügyről beszélünk, a közbiztonságról beszélünk, vagy egy állami apparátus működéséről beszélünk, akkor mi magyarok mindig a kicsit a szkeptikusak vagyunk, de bebizonyította mindegyik rendszer, hogy akkor, amikor tényleg baj van, akkor viszont világszínvonalon álltunk helyt. Legyen azok mentősök, kórházi dolgozók, közbiztonságban dolgozók, vagy akár a hivatalokban lévők, és ez azt mutatja, hogy benne van az a fajta természetes ösztön mindannyiunkban, hogy tényleg tudjuk, hogy hol a helyünk, és tudjuk, hogy mi a feladatunk és mi a felelősségünk. A Szekszárdi Vállalat elnök vezérigazgatója nem csak szóban fejezte ki köszönetét az áldozatos munkáért, 1 millió forintos támogatásban részesült a Vármegyei Kórház, valamint fél-fél millió forintot kapott a mentőszolgálat, a katasztrófavédelem és a rendőrség.